Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják. Ma január 6-a, KEDD van, vízkereszt napja. A boldizsárok, a menyhértek és a gáspárok ünneplik névnapjukat. Az ortodox keresztény egyház ma ünnepli Karácsony bőjtjét. 249 éve született Fazekas Mihály író, költő, botanikus, a Ludas Matyi írója, a debreceni fűvészkert tervezője. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. A Julianus naptár szerint ma van Karácsony böjtje. Szerbia szerte az egészségügyi intézmények és a közvállalatok zömében ügyeletet tartanak holnap. Ma van vízkereszt napja a Gergely naptár szerint. Megkezdődött a hagyományos kártyabajnokság Ludason. A Julianus naptár szerint ma van Karácsony böjtje. Január 6-án az ortodox keresztény hívők, a hagyományok szerint csak a férfiak, már kora hajnalban megindulnak a közeli erdőkbe tölgyfaágakért, amelyekből később tüzet raknak. Szabadkán is sokan így várják az ünnepet. Az áldozatot, a világosságot, illetve az élet melegét jelképezik a tölgyfaágak égetése az ortodox keresztény egyháznál. Spasi Bože gradova i blagoslovi ljude koji žive u njemu, sačuvaj ih od svake bede, propasti, jer si svet svakda sad uvek i u vekove vekova. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša slava tebi. Megáldja a híveket és a tölgyeket is a pravoszláv pap Szabadka határában. Ezután kivágják és lehántsozzák a fiatal fákat. A csoportos favágás mintegy 20 éves hagyomány a vajdasági városban. Évről évre gyarapszik azoknak a száma, akik közvetlenül az erdőbe mennek ágakért, vagyis ahogyan a szerbek mondják, bádnyákért. Svake godine sve više ljudi prema svojim običajima se okrenulo, znači što ranijih godina nije bilo tako. Így üdvözlik egymást az erdőben az ünneplők. A szokás elmaradhatatlan része a petárda durrogás, a hangoskodás és a fegyverek is. A robaj jelzi az erdőbe indulást, illetve az érkezést. A levágott ágakat legtöbben a gépkocsiukra helyezik és hazaviszik. Csúna se uveče u kuću, pali se badnje, onda ide badnja večera, posna riba i ostalo što je sve ide, posna večera i krugu porodice se proslavi, to je. Jézus feláldozta magát érettünk, ő a mi megmentünk, fogalmazott Dragan Stokin. A szabadkai Krisztus mennybe menetele pravoszláv templom vezetője kiemelte, pontosan ez történik a fiatal tölgyel is, amiért az emberek kimentek az erdőbe, később pedig meggyújtanak. Svojom toplotom, koju od sebe odaje sagorevajući na plamenu vatre, pruža tu neophodnu toplotu koja sačuva život od smrti. A sa druge strane razgoni mrak. Nagy kocsisor és tömeg gyűlt össze a maketesi erdő szélénél. Sokan végig kísérték a lelki pásztor áldását. Boge Gospodi, javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. A szabadkai önkormányzat tisztségviselője is kiérkezett a helyszínre. Svi građani koji se izjašnjavaju kao pravoslavci, naravno da Božić očekuju i dočekuju kao najveći pravoslavni praznik. I naravno kući u krugu porodice i danas ceo dan i sutra Božić je obeležje porodičnog praznika. A tölgyfaágakat este otthon vagy a város főterén a közös tűzgyújtásnál égetik el, és várják Jézus születését az északbácskai ortodox hívők. A hagyomány szerint Szabadka központjában gyűlnek össze az ortodox hívők a Julianus naptár szerinti karácsony előestéjén. Itt történt ez ma is, mintegy 500 helyi szerb érkezett ide Szabadka város főterére. Az ortodox karácsony elengedhetetlen kelléke a tölgyfaág, vagyis a bádnyák. Szenteste meggyújtják azt, és a tűz köré gyűlik a család, a rokonok, a barátok és a szomszédok. A világ és az egyházi értelmezés szerint az ágak tüze és izzó parazsa a melegséget szimbolizálja, és a sötétséget űzi el az emberek életéből.
Kevesebb békétlenség és több béke, kevesebb gyűlölet és több szeretet, kevesebb összetűzés és több egyetértés legyen a világon. Ezért imádkozzunk az újszülött Krisztushoz. Ezt kéri Irinej pátriárka a hívektől. A szerb egyházfő arra kérte az embereket, hogy békében és szeretetben töltsék a karácsonyt. Figyelmeztetett arra, hogy az utóbbi időben sokan visszaéltek a hittel és hamis üzeneteket közvetítettek Isten nevében. Što je manje vere u Boga, što je manje Boga i Bože ljubavi u ljudima, to je sve manje ljubavi u ljudskim odnosima, sve je manje istinske ljubavi u braku, porodici, društvu. To sve više među ljudima i ljudima caruje lažna ljubav i samoljublje. A Julianus naptár szerint a karácsonyt holnap ünneplő híveknek és egyházi személyeknek gratulált az ünnep alkalmából Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Minden hívőnek, akik az örömnek ezt a nagy ünnepét a Julianus naptár szerint ünneplik, azt kívánom, hozzon az ünnep számukra új reményt, erőt az élet viszontagságainak leküzdéséhez és számtalan örömteli napot, áll Pásztor István köszöntőjében. A tartományi kormány elnöke Bojan Pajtik is jó kívánságait fejezte ki a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe alkalmából a pravoszláv hívőknek, egyházi vezetőknek. Ma van vízkereszt napja. Január 6-án fejeződik be a karácsonyi ünnepkör a Gergely naptár szerint ünneplőknél. Egyházi hagyomány szerint ez a napkeleti bölcsek, azaz a három királyok ünnepe, emellett Jézus megkeresztelkedésének emléknapja is. Számos vallási és népi hagyomány kapcsolódik ehhez a dátumhoz. Zsöröket én meg a szaloncukor jön ide bele. Karácsonyfát bontanak a Kishegyesi Kőműesék vízkereszt napján. Az idős házaspár őrzi még a néphagyományokat, így minden évben, ezen a napon, ahogy ők mondják, szüretelik le a karácsonyfát. Vízkereszt napjához több szokás is kapcsolódik. A buzát ilyenkor a jószágnak kivisszük. Sajnos nálunk már csak tyúkok vannak, de én már azoknak odaadtam a fa alól a buzát, mert ez is egy hagyomány, hogy ez egy egész évi egészséget, gazdagságot jelent a jószágnak is, én azt még minden évben be is tartottam. Ünnepi szentmise Kishegyesen, a hívek szentelt vizet visznek haza a templomból. Ez a szokás Jézus megkeresztelkedésének emlékét őrzi. A településen évek óta a hívek is részt vesznek a plébánia megszentelésén ezen a napon. Még szenteljük a vizet, amivel otthonainkba szétviszik a hívek a szentelt vizet, és otthonukat időnként még szentelik imádság a kíséretében, és mi is tehát próbáljuk, mint papok fölkeresni, ahol igénylik a házszentelést, és akkor ott együtt imádkozik a család a Isten áldásáért. Ilyenkor a szokás szerint krétával jegyzik fel az ajtókra a három király nevének kezdőbetűit, valamint az évszámot. A néprajzkutató szerint ezek a hagyományok határozták meg őseink életének ritmusát, az évi teendők beosztását. Ezekre a határokra ma már kevésbé figyelünk. Szőke Anna szerint Bánátban azonban a mai napig ünnepnek számít a vízkereszti házszentelés. A néphagyomány nem tartotta ezt elegendőnek, hogy az atya kiment a minisztrásokkal megszentelni, hanem ők maguk is szentelt vízzel a félfát bekenték, az ajtó ablakot, többnyire a réseket, hogy a gonosz ne jöjjön be. Nem hiába van az a közmondásunk, hogy fél, mint az ördög a szentelt víztől. Január 6-a a farsang kezdete is egyben. A mától hamvazó szerdáig tartó ünnepkör a vidám lakomák, a bálok és a mulatozás időszaka. Isten nem a világi hatalomban, hanem a szeretet alázatában mutatkozik meg, mondta Ferenc pápa ma vízkereszt ünnepén a Szent Péter bazilikában bemutatott misén. A három király Betlehembe érkezéséről szólva hangsúlyozta, hogy a napkeleti bölcsek az Istent kereső mai embereket jelképezik. A napkeleti bölcsek azonban jobban hittek Isten jóságában, mint a hatalom látszólagos csillogásában, hangoztatta az egyházfő. Hozzátette, Heródes volt a hatalom képviselője,
képviselője, aki embertársában kizárólag vetétársat volt képes látni. Isten azonban nem a világi hatalomban, hanem a szeretet alázatában mutatkozik meg. Vízkereszt napján az egyház Jézus megjelenését és a három királyok látogatását ünnepli a Betlehemben született gyermek Jézusnál. A 73 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek ma Csúrogon. Az 1942-es razzia áldozatai emlékére tartottak kommemorációt. A magyar katonák 73 évvel ezelőtt kevesebb, mint egy hónap alatt több ezer civilt öltek meg a Sajkás vidéken, az áldozatok többsége szerb volt. A mai megemlékezésen koszorút helyezett el a Tisza melletti emlékműnél Magyarország belgrádi nagykövete Pintér Attila, a vajdasági képviselőház alelnöke Milivoj Brebalov és Zsabja község elnöke Csedomir Bózsics. A megemlékezésen részt vettek még a szerb hadsereg szárazföldi hadereje első brigádjának képviselői, a Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében Pál Károly ügyvezető alelnök és Egeresi Sándor a VMS tartományi parlamenti frakcióvezetője, valamint Csúrokhelyi Közösség és a Razia 1942 emléktársaság képviselői. Nem elégedett az árvíz sújtott a területeken folyó munkálatokkal Velimir Ilić rendkívüli helyzetekkel megbízott szerb tárca nélküli miniszter. A politikus meglátogatta a Kladovo községbeli Tekiát és Grabovicát. A helyszínen azt tapasztalta, hogy nem a kellő ütemben halad a felújítás, elsősorban a rossz időjárási viszonyok miatt. A Duna melletti főút egy részét már leaszfaltozták, a többi még folyamatban van. Vízelvezető csatornát is építenek Grabovicán, a hossza 3500 méter lesz. Velimir Ilić úgy látta, túlságosan lassú ütemben haladnak a munkákkal, ezért az ünnepek után utasítást ad majd ki, hogy gyorsítsák azokat. Szerbia Európai Uniós csatlakozásának feltétele nem lehet Koszovó függetlenségének elismerése, fogalmazott Tomislav Nikolić. A szerb államfő szerint álláspontja egyértelmű és változatlan. Szerbiának csatlakoznia kell az EU-hoz, és ezt büszkén kell tennie. Az Unióban is ismertek az ország álláspontjai, és ezért senki sem kéri Szerbiától Koszovó elismerését. Nikolić szerint az új Európai Bizottság viszont élesebben és nyíltabban fogalmazza meg követeléseit. A jószomszédi viszonyokról szóló szerződés aláírását várják el Szerbiától és Koszovótól. Ha erre Pristina nem hajlandó, mivel Szerbia nem ismerte el függetlenségét, akkor az EU-s csatlakozási folyamat is megfeneklik, és egy ördögi körbe kerülünk, taglalta Tomislav Nikolić. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Februárban ismét átadhatók a kérvények a szerbiai adóhivatalokban a baba kelengyére kirót adó összegének visszaigénylésére. Két személyszállító vonat ütközött egymással Brazíliában. A Julianus naptár szerinti karácsony napján Szerbia szerte az egészségügyi intézmények és a közvállalatok zömében ügyeletet tartanak, vagy rövidített munkaidővel dolgoznak. Január 8-án már mindenhol visszaáll a szokásos nyitvatartás. Zentán az egészségház szerdán délig, az állami gyógyszertár pedig reggel 7:30-tól délután 13:30-ig tart ügyeletet. Magyar Kanizsán kedd estétől csütörtök reggelig kizárólag a mentőszolgálathoz fordulhatnak az egészségügyi ellátást igénylők. A Magyar Kanizsai Állami Gyógyszertárban szerdán délelőtt 8 és 12, délután pedig 15 és 19 óra között lehet beváltani a vényeket. Topolya községben január 7-én az egészségház és a patikák is zárva tartanak. A mentőszolgálat viszont megerősített szolgálattal működik. Hasonlóra kell számítani Nagybecskereken is. Az ortodox karácsonykor csak a város főutcáján lévő központi patika fogadja a polgárokat. A budiszavaiaknak betegség esetén az újvidéki sürgősségi klinikán kell jelentkezniük. Az Újvidéki Egészségházban az Máj Ognyen Vók utca 19-es száma alatti rendelőben lesz ügyelet. A gyermekorvos és az általános orvos is ugyanitt fogadja majd a pácienseket. A Nyegos, valamint a Velseci utcai mentőszolgálat rendelői 19 órától 7 óráig tartanak ügyeletet szerdán Újvidéken. Az egészségház hívóközpontja azonban január 7-én nem lesz elérhető.
A patikák közül a Mihajlo Pupin sugárúton lévő gyógyszertárban tartanak 24 órás ügyeletet. Szabadkán a Városház alatti tart egésznapos ügyeletet. Az anya és gyermekgondozó szerdán reggel 7:30-tól este 7:30-ig áll a lakosok rendelkezésére. Ugyanígy Palicson, Bajmokon és Csantavéren is. Az önkormányzati hivatalok és a községi alapítások közintézmények szerdán mindenhol munkaszüneti napot tartanak. A posta szerdán országszerte zárva tart. A köztisztasági vállalatok január 7-én nem szállítják el a szemetet. A Julianus naptár szerinti karácsony napján nem fizettetik meg a parkolási díjat. Nagybecskereken aznap a piacszerek zárva lesznek. A város temetkezési vállalatának ügyelet és szolgálata 8 és 16 óra között dolgozik, temetés azonban nem lesz. A tömegközlekedési vállalatok autóbuszai január 7-én a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A bevásárlóközpontok többsége szerdán zárva marad, vagy rövidített munkaidőben dolgoznak 14 óráig. Február 1-e és 15-e között ismét átadhatók a kérvények a szerbiai adóhivatalokban a Baba Kelengyére kirót adó összegének visszaigénylésére, írja a babamama.rs. Visszaigényelhető az áfa bébitápra, készételre, ágyra, babakocsira, etetőszékre, autósülésre és pelenkára, arra is, amit a baba megszületése előtt vásároltak a szülők. Feltétel azonban, hogy a gyermek nem lehet idősebb 2 évnél, a család összbevétele havonta nem haladhatja meg a 81.760 dinárt, és nem lehet a nevén 23,9 millió dinárnál értékesebb ingatlan. Az űrlap mellett a fiskális számlákat és azok fénymásolatait kell átadni az adóhivatalban, valamint egy papírra ki kell írni mindegyik számla sorszámát. A gyermek első életévében 40.880, a második életévében pedig 30.660 dinár kérhető vissza. Megkezdődött a hagyományos kártyabajnokság Ludason. Hétfőn este osztottak először lapokat a helyi közösség épületében. A résztvevők snapsliban mérték összetudásukat. A kártyabajnokság résztvevői 3 játékban, snapsliban, filkózásban és hetesezésben mérik összetudásukat. Csikós Antal minden évben kijár a versenyre. A lapok bűvölését még a szüleitől sajátította el. Így elővettük a kártyát pont így télen, és akkor nagy örömmel szétosztották a szüleim, és akkor úgy. És akkor kicsit engedtek is, és akkor nagyobb az öröm a gyerekeknek, és így kedvet kapott az ember. Minden évben egyre többen forgatják az ördög bibliáját a ludasi versenyen. Kelebiáról, Hajdújárásról, Királyhalomról és Palicsról is érkeznek résztvevők. Néhány évre a hajdújárási kezdeményezés után mi is itt Ludason kezdtük ezt szervezni, és hát az a lényeg, hogy hát valamiért, valószínűleg azért, mert igyekszem próbáljuk ezeket a napokat megszervezni. Egyre nagyobb számban jelennek itt meg a játékosok Ludason. A megmérettetésen a férfiak mellett nők is részt vettek. A kártyaversenyt 11-szer szervezték meg. Márciusban Budapestre látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök, értesült a Népszava több egymástól független forrásból. A pontos dátum még nem ismert, a magyar miniszterelnökségen Orbán Viktor bel- és külföldi programját egyeztetik, hogy megtalálják a mindkét félnek megfelelő időpontot, írja a Népszava. Putyin legutóbb 2006-ban járt Budapesten, akkor az üzleti kapcsolatok megerősítése érdekében tárgyalt a Gyurcsány kormánnyal. Legkevesebb 140 személy sérült meg, amikor 2 személyszállító vonat ütközött egymással Brazíliában, a Rio de Janeiro államban lévő Mesquita városban. A szerencsétlenség közép-európai idő szerint hétfőn 22 óra 20 perckor történt, amikor az állomáson álló egyik vonatba rohant hátulról egy ugyanazon a pályán közlekedő szerelvény. A jelentések szerint a vonaton tartózkodók könnyebb testi sérüléseket szenvedtek, és a környékbeli kórházakban látták el őket. Halálos áldozata nem volt a balesetnek.
Embercsempész bűnszervezet 3 koszovói albán származású tagja ellen javasol vádemelést a Magyarországi Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A szervezetet Ausztriában, Svájcban és Franciaországban élő koszovói albán származású vezetők irányították 2013 áprilisa és júniusa között, és az illegális migráció nyugat-balkáni útvonalán koszovói albánokat juttattak az Európai Unió területére. Az illegális bevándorlók szállításában az eljárás 3 gyanúsítottja vett részt, akik a bűnszervezet más országok területén élő tagjaival szoros kapcsolatot tartva követték el a bűncselekményeket. A gyanúsítottak Ausztriába fejenként 400, Németországban 800, Svájcba 1500 euróért juttatták el az illegális bevándorlókat. Két helyen is eltört Szegmeister Gábor motorversenyző keze a Dakar Rally második versenynapján. Szerbia egyetlen indulója, a szabadkai motoros nem tudja folytatni a megmérettetést. Az első szakaszt még sikeresen teljesítette és a 62. helyen ért célba. Másnap azonban balesetet szenvedett, a bal kezén több csontja is eltört. Amint hazarepül Szerbiába, meg kell műteni. Szegmeister nincs elkeseredve, már arra gondol, hogy indulhat-e áprilisban az Arab Emirátusok beli világkupán. A keze a műtét után legalább másfél hónapig gipszben lesz, azután egy hónapos rehabilitáció vár rá. Egy rejtett szikla volt a homok alatt, amit sajnos nem lehet látni, több ilyen szikla van, nem csak az egy volt. Erre belefutottam egy 70-80 km-es sebességgel, és úgy leblokkolta az első kerekemet, úgy felütött, hogy automatikusan átdobott a kormányon keresztül, és olyan szerencsétlenül estem, hogy a bal kezemen a két csontom is eltörött, és röntgenfelti vételek alapján megállapították azt is, hogy a csontok abszolút el vannak mozdulva. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. A Julianus naptár szerint ma van karácsonyböjtje. Szerbia szerte az egészségügyi intézmények és a közvállalatok zömében ügyeletet tartanak holnap. Ma van vízkereszt napja a Gergely naptár szerint. Megkezdődött a hagyományos kártyabajnokság Ludason. Köszönöm a figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Nézzék továbbra is a Pannon televíziót, vagy hallgassák a Pannon rádiót a 91.5-ön. Szép estét kívánok!